Ez egy óriási ajándék az élettől, így kommentálta a személyével kapcsolatos legfrissebb hírt a Győri Balett korábbi igazgatója. A napokban volt tisztúítás a Magyar Művészeti Akadémiánál, a testület pedig alelnökévé választotta Kis Jánost. Az alelnök hatalmas megtiszteltetésnek és komoly feladatnak tartja új megbizatását. Megmondom őszintén, ez egy Óriási ajándék az élettől, a jó Istentől, és ez egy hihetetlen dolog, hogy a Magyar Művészeti Akadémia, ami hát szerintem a, a magyar kultúránk egyik legnagyobb eh, alapokon álló eh, köz, közalapítványa, vagyis köztestülete, eh, ennek a, az alelnökének lenni, hát ez egy óriási eh, megtiszteltetés, és óriási feladat. Én felajánlottam a szolgálataimat, ugye nagyon köszönöm, akik hittek bennem és, és jelöltek. Külön köszönöm Vashegyi György elnök úrnak, akinek a felkérésére indultam el. Bár a pontos feladat köröket majd csak november 5-én osztják le a vezetőségen belül, az biztos, hogy napi teendői lesznek a korábbi balettigazgatónak. Kis János nem is bánja ezt, hiszen szereti, ha zajlik az élet körülötte, ráadásul a legmagasabb szinten tehet a magyar kultúráért. Az egész magyar kultúrát érinti ez a feladat, a határon túli kultúrát és hát mondtam, mindig azt mondtam, hogy nekem ugye két családom van, a, a kis család és a Győri Balett családja, de most már lehet egy harmadik családom és a Művészeti Akadémia, úgyhogy nagyon büszke és boldog vagyok. Kis János alelnöki megbízatása egyelőre három évre szól, utána ismét tisztúítás lesz az MMA-nál. Addig a volt balett igazgató szeretne maradandót alkotni a művészeti akadémián ugyanúgy, mint korábban évtizedekig tette azt a győri balettnál. Közben pedig természetesen helytállni a Magyar Táncművészek Szövetségében is, ahol már ötödik alkalommal választották meg társelnöknek.